Ez itt a Ricskeszt. Ez itt a Ricskeszt. A Ricskesztet hallgatod. Ricskeszt. Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit a Ricskeszt legújabb adásában, ahol a vendégem a Depresszió Zenekar. Sziasztok, örülök, hogy itt vagy. Sziasztok, sziasztok. Köszönjük. Párszor, mivel beszéltünk arról, nem ott csinálunk valamit, csak valahogy sose sikerült összehozni. Igen, nyűgös zenekar. Nem, hát azért én is eddig a haláltökén voltam, ahogy stúdióztam, viszont most ez egy remek opció, tessék. Remek apropó, hogy a zenekarnak végre kijöhet a jubileumi kiadványa, ugyanis tavaly volt 20 éves a zenekar. Hát igen, ugye nagyon sok mindent keresztül húzott a koronavírus járvány. Nyilván most nem akarjuk itt sajnáltatni magunkat, hiszen ez mindenkinek ilyen eléggé megterhelő időszak volt, de hát ugye nekünk azért ez valahol dupla szívás volt, hogy ugye mi tavalyra egy nagyszabású 20 éves jubileumi turnét terveztünk a nyárra, olyan szinten például, hogy hosszú, tehát 19 év után például mondjuk én is a szervezői feladatokat átadtam egy professzionális nagy cégnek, ugye itt a koncertszervező.hu-nak, és nagyon szépen betervezett nyarunk volt, nagyon jól is állt, és akkor utána keresztül húzott mindent a koronavírus, és hát nyilván ezzel a turnéval együtt ugye megjelent volna egy best of kiadvány, és hát ugye nyilván miután azt se tudtuk, hogy hogyan lehet értékesíteni, koncerten nem tudtuk volna árusítani, meg egyébként is teljesen megállt az élet körülöttünk, és nem tudtuk, hogy hogyan lesz. Ezért inkább amellett döntöttünk, hogy eltoljuk a kiadványnak a megjelenését, és hogyha nem is feltétlenül jubileum, mert most már ugye 21 évesek vagyunk, de azért egy picit azért ünnepelünk, de leginkább most azt, hogy újra lehet koncertezni. Tehát akkor nem fogjátok azt mondani, hogy 20 plusz egy éves jubileumi turné, és 20 plusz egy mondjuk kvázi koncert van, nem hívjuk jubileumnak, tudod, ez a kicsit ilyen, tudod, hogy mégiscsak megvan, de tudod, tehát most hivatalosan nem lehet azt mondani, hogy ez a 20 éves jubileum, úgyhogy ilyen 20 plusz egyben vagyunk, ez a jelzés, hogy eltelt plusz egy év, de azért mindenképpen szerettük volna ezt valamilyen formában az emberekkel közösen megünnepelni, hogy van ez a zenekar, és nyilván nem feltétlen magunkat, hanem azt, hogy így együtt vagyunk a közönséggel. Azért ugye, hát 20 év, 21 pont gondolkodtam ezt a tegnap, mikor így hallgattam ezt a kiadványt, és így belegondoltam, hogy hát kvázi az elejétől fogva az én is látom a zenekart, ugye akkor voltunk mi tínédzserek, mikor ti alakultatok, meg elindult a zenekar, ilyesmi, hogy ha akkor mondta volna nekem valaki, hogy figyelj, 20 év múlva egy műsorban arra fogtok beszélgetni, hogy a zenekar 20 éves lett, nem tudom, mit szóltam volna hozzá. Ti gondoltátok azt, hogy ez a zenekar ez ennyi ideig fog tartani? Hát reménykedtünk benne, de nem tudom, mondjanak a többi. Régen mindig a 2050-et emlegettük, nem? Hogy 2050-ben majd az 50 éves. Volt egy ilyen hülyeség, hogy addig kell csinálni. Tehát, hogy addig lehet csinálni, az ugye elterveztük, és akkor onnantól nyugdíj. Tehát figyelj, én ezért bízom benne, hogy addig elmegyünk, vagy elzötyögünk. Hát sőt, és igazából, ha belegondolunk abba, hogy oké, hogy volt egy ötödik tag, aki aztán ugye újra elment, de hogy igazából ez a négyes, ez együtt van az elejétől fogva, ugye? Jól mondom? Majdnem. De ne én beszéljek erről. Zoli előtt volt egy másik basszusgitáros így a kezdetek kezdetén. Ugye ő volt az első lemezen a Tiszta Erőbölön, és igazából hát valahol ott a második lemez felvételei környékén nem lett már a zenekarban, és Zoli lett a helyette egyébként. Ez egy nagyon érdekes sztori. És az... Bocsánat, Reihet Roland. Roland. Érdekes sztori, hogy ugye az első videóklipje a zenekarnak, ez a Lásd című videóklip, ami egyébként a szigeten került felvételre a Hammerworld sátorban egy ilyen délután, azt hiszem 4 órai időpontot sikerült, hogy kapjunk. És ahhoz képest egyébként baromi sokan voltak, és tökre szerették a zenekart. És maga az a koncert, illetve ugye annak a felvétele, az még a lemez megjelenés előtt lett rögzítve, tehát nyilván az a dal akkor már megvolt, és ugye játszogattuk is koncerteken, és akkor a Zoli még ott vokálozik. Egyébként ezt szemfülesebbek elcsíphetik. Majd aztán a lemezre már ugye ő játszott a feladat, és ugye azóta. Úgyhogy ebben a formában igazából így 2002 óta vagyunk négyen. Ugye az is 19 év. Igen.
De akkor menjünk kicsit még korábbra, mert hogy sokszor látom, hogy előkerül ez így, meg van nekem egy nagyon-nagyon nagy depresszió rajongó barátom, aki mindig mondja nekem, hogy figyelj, jön új lemez, vagy ilyesmi. Most is az volt az első kérdése, hogy mikor mondtam neki, hogy jöttök vendégnek, hogy hallod, a Messiásról van valami a Best of-on? Mondom, hogy figyelj, mert ezt mindig mondod, de én például is hallottam azt még soha. Addig örülj. Na, akkor elmondom, tehát tegyük tisztában, most már egyre több helyen kérdezik. Igazából ugye úgy történt a dolog, hogy mi úgy havarokkal elkezdtünk zenélgetni, és ugye a Dáviddal, akit hát most már gyakorlatilag azt látom, hogy óvoda, vagy három éves korunk óta. Kettő vagy három éves korunk óta, érted, egy össze voltunk nőve. És akkor Dávid akkor más gimibe járt, és mindegy, és akkor kérdeztem, hogy figyelj, van ilyen zenekart, hallottam, hogy elkezdtél dobolgatni, nem akarsz, hogy nálunk is csapkolódni. És akkor ilyen, de figyelj, pár hét próba után, úgyhogy teljesen nem tudtunk zenélni, de teljesen amatőr szinten. Most sem annyira, de azért na, akkor még inkább kutyaütők voltunk. Akkor 97-ben elkezdtünk mi már próbálkozni. Mondjuk akkor már valóban az volt, hogy depresszió volt kiírva, tehát hogyha így tekintjük, akkor még hosszabb a zenekarnak a történet, akkor már 24 év. De ugye az volt, hogy de az első időszak az jellemzően ilyen, mit tudom, ilyen gimis bulikba elmentünk játszani, meg itt-ott ilyen mini fesztiválokon, vagy ilyen teljesen underground szinten. Ilyen punk. És akkor, hát abszolút, és akkor végül is ilyen 2000 volt az az év, amikor ugye Ádám csatlakozott hozzánk évelején, és akkor az volt, hogy meglett tulajdonképpen nagyjából ez a felállás, ez a négy tagú felállás, és onnantól volt az valóban, hogy akkor, na, gyerekek, vegyük komolyan magunkat, csináljunk rendesen lemezt, meg mit tudom, hogy menjünk egy nagy turnékra, hogy jó, próbáljuk meg, hogy mit tudom, hogy tud-e működni ez a zenekar, hogyha hogy kvázi próbáljuk úgy csinálni, ahogy gondoljuk. És igazából ugye az Ádám csatlakozásától, meg ahogy kialakult ez a formáció, onnan tekintjük magát a depressziót depressziónak igazából. Nyilván ezelőtt az időszak előtt készült még a Messiás, az egy olyan dolog volt, hogy ott az évek alatt felgyülemlett demókat, amiket akkor készítettünk, az, hogy ez így ne vesszen a semmibe, mert mégiscsak dolgoztunk rajta, de igazából ezek nem voltak olyan nem a stúdió miatt, mert egyébként annak idején is már ezt a nelevél stúdióban rögzítettük Töfinél, csak hát ugye az időhiány meg a mi tudásunk hiányában ezek nem voltak jó felvételek, őszintén szóval minket vallatni lehet azzal, de tök aranyos, hogy és hogy abban maradtunk, hogy még az se volt bennünk, gondolkoztunk ezen is, hogy újra játszani, de hát annyira hát rosszul nem menteni meg. Rosszul is vannak megírva a dalok, tehát, hogy prozódiailag nem jönnek ki a szövegek, tudod, meg ilyen borzalmites dolgok vannak. Bocsánat, hogy fogalmazott a Kristóf? Azt hiszem, hogy ő írt erről még annó a Hammerben egy demonstráció, vagy valami ilyen demós rovatban, hogy hát jó lenne, hogyha egy kicsit izé fölül emelkednétek így, hogy ne az legyen már refre, hogy a dalcímeibe kiabáljuk, meg mit tudom. És egyébként tényleg ez volt a refrén, be volt kiabálva négyszer a dalcíme. Hát erre Csató Peti a replikából adta a legjobb választ erre a dologra, elküldtük neki a demót, és mondták a többiek, hogy így izé elindult az első szám, így hallgatott, egy menet közben a zenekar ment valahol a replika turnézni, és így izé első dal végén fogta, hogy kitépte magam, és kibaszta az ablakon. Na, de hát figyelj, minden kezdet nehéz. Tehát, hogy igazából ez volt. Hát figyelj, most, na, és akkor utána tényleg az volt, hogy amikor Ádi jött, akkor már elkezdtük így komolyabban gondolkodni, hogy azért, na, már két gitár van, szólaljunk meg rendesen, próbáljunk hangszeren, mit tanulni. Nyilván az első lemez, ez még mindig olyan a tisztáról, hogy azért az így eléggé erősen csak ilyen szájpróbálkozás, meg olyan dalszöveget, meg dalok, amiket 17-18 éves fejjel írtunk, most nem kell magyarázkodni, szerintem mindenki hallja ezt, meg minden. És akkor utána nyilván így a második lemezre azért már kezdett ilyen kialakulni a zenekarnak a valamennyire az arculata, hogy hogyan alakul, onnan van már ilyen lázs, meg mit tudom én ilyenek. És hát de nyilván borzasztó kölykök voltunk mi is akkor. De egyébként meg ebből a szempontból meg nem gáz, mert az egy kornak a lenyomata, tehát egy ilyen alakuló. Igen, egyébként így vicces így vissza hallgatni, vagy hogy úristen, de szar. De egyébként meg így aranyos. Most már tudom azt mondani, egész eddig úgy gondoltam, hogy ezzel tényleg vallatni lehet. De hogy tényleg azt a korszakot, tehát hogy most már úgy megszépíti az idő, és inkább az annak a korszaknak az emlékei jönnek elő, mint a tényleges produktum, amit így hagyjunk. Visszatérve egyébként erre a Messiásra, igen, ezt mindig kérdezgetik, nem, sohasem fogjuk újra kiadni, sohasem fogjuk újra felvenni. Nem mondd azt, hogy soha, mert 2050-es új villamú buszra volt. Volt egy ilyen, hogy... Kifagyunk az ikletből 5 év múlva. Azt hiszem, hogy amikor a... És általában egyébként...
én vagyok a legnagyobb ellenlábas ennek a kiadványnak így a zenekarban, és akkor volt egy ilyen, hogy nem is tudom, melyik DVD-t csináltuk a... Hát a Depilálj volt, és akkor ott legalább Debrecenben igen, hogy mondtad, hogy játsszuk már el a Messiás címadat, és mondtam, hogy basszátok meg, jó, oké, egyszer ezt most eljátsszuk koncerten, rögzítésekkel, és soha többet nem persze akarok róla hallani. Onnantól kezdve kérik, meg nem, onnantól kezdve nem, tudják is, hogy van ilyen. Tehát, hogy... Mi volt az első nagyobb, komolyabb turnétok? Hát a tankcsapdás, amikor ugye megjelent a Tisztárabbel című lemez, és akkor ugye elküldtük a tankcsapdának, és akkor azt mondták, hogy nagyon kezdő zenekarnak eljöhettek, és akkor, hát figyelj, hú, nekünk az olyan volt, mint a nyaralás, hogy soha nem dolgoztunk még olyan körülmények között, meg mit tudom én, meg figyelj, már így, mit tudom, az első koncerteknél már autogramot kértek tőlünk, meg mit tudom én, így izék, és akkor az volt az első ilyen dolog. És tehát az volt, hogy nyilván akkor még ilyen nagyon össze-vissza csapkolódtunk, tehát hogy ilyen izé nem volt ügyes feltétlenül a zenekar, viszont azt a fajta tüzet, meg azt a fajta attitűdöt, ami volt bennünk, azt így levette a közönség. És már az első buliknál volt visszajelzés, ami így azért általában egy tankcsapda közegben nem nagyon jellemző az előzenekarokra, vagy nagyon ritkán van. És igazából az is egy ilyen nagyon komoly lökést adott a zenekarnak, hogy igen, egy szemmel mérhető közönség már látta a zenekart, és egyébként ugye egész jól el volt vele, és mi lenne, hogyha ezzel még inkább több energiát fektetnénk bele. Nyilván mi is visszanéztük a videófelvételeket, akkor leszűrtük a tanulságokat, igen, mégiscsak meg kell tanulni a hangszeren játszani, meg ilyen izé. Tehát azért anélkül annyira azért nem megy. Meg hát nyilván az, hogy hogyan kommunikálunk a közönséggel, hiszen azért nyilván nagyon sokan csesztették a zenekart, valamennyire jogosan érted a párhuzam miatt, de hát ugye az első körben mi nem nagyon tudtuk megtanulni, kitől kommunikálni érted a színpadon, és abszolút jogos volt talán akkor még ez a párhuzam, de aztán nyilván hát gondolom, aki így képben van a zenekarra, az tudja, hogy abszolút szépen kialakult a zenekarnak a saját zenei világa, meg szövegvilága, meg gondolatisága, meg előadásmódja, de mégis az egy nyilván egy jó tapasztalat volt. Hát és aztán utána nyilván mozogtunk körbe-körbe, az első saját turné, meg az első számot tevő dolog az nekünk ugye pont 2002 őszén volt az első ilyen komoly lemezbemutató klubturné, ott már ugye az Amíg Tart Dalaival, és ott csatlakozott először hozzánk Zoli. És tényleg az is egy ilyen nagyon fontos mérföldkő volt, hogy ugye saját koncerteket tudott csinálni, meg megcsináltuk az első budapesti lemezbemutatót, meg mit tudom én, az is tök jól sikerült, és onnan, hát következő évben már ugye a fesztiválok is úgy számoltak a zenekarral, hogy ott volt meg talán az első rendes fesztivál turnénk, tehát hogy így végigmentük a nyarat, és ilyen nagyon-nagyon jó hangulatú bulik voltak, meg hogy elkezdtek egyre többen megnézni minket. Jól érzem a szavaitok, hogy a másik lemezzel azért már elégedettebbek vagytok? Hát azt mondom, hogy tudod, ez olyan, hogy ha nagyon elégedett vagy, akkor az se jó. De hogyha meg állandóan kattogsz azon, hogy jaj, ezt még el kell engedni a lemezeket. Figyelj, abban az időszakban ezt tudtuk, mert ezt lehet mondani, viszont hát nyilván az szövegileg, dalok szempontjából és minden szempontból egy sokkal érettebb dolog, csak hát mondjuk mit tudom én, például hangszerileg, vagy hangszerelésileg eléggé csontváz, meg szóval azért van csomó minden, amiben bele tudnék kötni, de azon már olyan dalok vannak, amiből, hogyha időközönként előveszünk egyet-egyet, akkor nincs ez a nagyon nagy fejfogás, érted, hogy hú, bazd meg, ezt is izé játszani kell. Szóval, tehát, hogy igazából szerintem az már egy ilyen vállalható produktuma a zenekarnak. Amikor ráfordultatok utána a harmadik lemezre, akkor azért már ugye volt saját turné. Mondhatjuk azt, hogy ott már érezhető volt az, hogy a zenekar kezd sikeressé válni? Abszolút, hát már a maguk a körülmények is azt, tehát ugye már az Amíg Tartnak az eladásai is azt mutatták, mert előtte az Amíg Tartnak hát olyan volt a stúdiózása, hogy hát akkor azt mondták a házsbi stúdióban, hogy jó, figyelj, hogy itt lehettek éjjel-nappal, ezért két turnusba vettük fel a lemezt, tehát egyfolytában ment a stúdió. Én meg ugye minden egyes folyamatnál ott voltam, gyakorlatilag három. Ilyen napi 20 órában dolgoztunk alapvetően, úgyhogy Hát meg ugye felváltva csinálták, ugye Sér Viktor, igen, Maxell, nem. Ugye Maxell, meg hát ugye néha Reg is beszállt egyet izé rekordálni, azt elaludt a izénél. Ja, a basszusgitározás. Igen, mert a Szigeten dolgozott közben, hangosított, és szerintem gondolom, hogy egy kicsit azért bulizott is, és akkor éjjel 11:30-kor kezdtünk el basszusgitárt felvenni, mert mikor máskor. Úgyhogy ilyen reggel 10-ig, nem tudom, addig basszusgitároztunk, és akkor játszottam az Itt az én időmet, és már rég elrontottam, de nem állította le a felvételt. És valahogy így el volt fordulva, így ahogy ült a székben, és nem vettem észre, hogy elaludt, és így nézem, alszik. Na, jó. De jó
Te jó volt? Nem tudom. Regi meg beült, én nem szarozott, így feljátszottam a dalt úgy, ahogy volt, és ez jó lesz így? Hát nem rosszabb, mint az amíg tartnak egyébként Barnabás, Hidasi Barna, meg a többiek is nagyon tisztességesen dolgoztak rajta, tehát, de az egy nagyon szétfeszített, mert csomó mindenre nem volt idő, hanem ott a lényeget belezsűrítettük. És akkor a következő lemez ugye az egy életen át, mert tényleg olyan volt, hogy rendes büdzséje volt, rendesen nekiálltunk, tényleg annyi idő volt rá. Volt már mindenképpen, hát, igen. Sokkal inkább, meg akkor már tényleg profitúmé volt. Nyilván akkor már történt is kaptunk a kiadótól. Hát meg azt tegyük hozzá, hogy még a életen át megjelenése előtti évben, tehát ott még igazából az Amíg Tart megjelenése után egy évvel már volt a Wigwamban egy olyan teltházas bulink, amilyen több százan kimaradtak. Tehát, hogy akkor azért már lehetett érezni, hogy itt elég komolyan beindultak a dolgok. Hú, és így belegondoltam, hogy szerintem úgy volt, hogy mi feljöttünk ugye Budapestről arra a bulira, és mi bejutottunk, de például akik jöttek velük, ők még elmennek cigit venni. Mondtam, biztos, biztos? Na, ők már nem jutottak be. Igen, és azért ez azért, ennek azért rettenetően örültünk, mert alapvetően a zenekar ott indult be láthatóan, amikor a Lázsnak kijött a klipje. Volt ez a klipkérős csatorna, már nem emlékszem, mi volt a... Az én SMS-be kellett csak kérni. Igen, csak... Nem. Nem. De az valami... 120 dB, vagy nem is tudom. Musicbox. Musicbox. Summer Musicbox. Valami ilyen. Valami box. És nagyon lehetett látni, hogy a Lázs klipje bekerült oda, elkezdték kérni a betelefonálgatást. És azt egyfolytában kérték, tehát ez mindig oda kapcsoltam a kollégát. Igen, meg voltak ebből ilyen. És elkezdett látszani a bulikon, a koncerteken, hogy jött a Lázs, és... Hát a következő ilyen kimutató egyébként visszakértett, hogy így visszacsatolva erre a turnéra, hogy ott még a Wigwamban volt a lemez bemutatója a turnénak, vagy a lemeznek, és... Mire kell figyelni? Nem, csak így technikai dolgok. Igen, csak hogy megye minden frankon. És utána viszont már a tavaszi koncert már a Petőfi Csarnokban volt, mert ugye az volt a zenekarnak az 5 éves jubileuma. Tehát, hogy igazából tehát ott volt egy éles váltás, és ami még egyet lökött, vagy kimutathatóan még egyet lökött a zenekaron, az meg a Nem akarok elszakadni a videóklipje. És az már olyan volt, hogy akkor a Viva TV azt így abszolút ilyen nappali már rotációban. Hát meg az egyet nagyobb költségvetésből készült, mint a, ugye, mi volt akkor? Lásd volt a... Előtte már volt az Itt Bennek már volt komor klipje. Igen. Hát az körülbelül a Lásdnak, vagy az Amíg Tartnak a költsége, az körülbelül annak a kazettának az ára volt, amibe került a Magnóba, és így ennyi, vagy a kamerába. Hát meg egy-két ital. Nem mondjuk kinek, tudod. Igen, az operatőr, akivel dolgoztunk, most nem mondjuk a nevét, de ő egy bizonyos zenecsatornánál dolgozott operatőrként, és oda mentünk be így éjszaka megvágni a klippet, és ő egyébként dolgozott egy bizonyos felnőtt filmet rendező úriembernek is, K betűvel kezdődik, és Ovi a vége, és hát az nagyon vicces volt, mert ugye két pillanat között egy sok képernyőn látszottak a faszok, meg a punik, és hát ott gondolkoztunk rajta akkoriban, mert nagyon a harcosok klubja, hogy azért csak be kéne rejteni egy ilyen, ez most az volt, vagy nem az volt. Azt hiszem, hogy gondolkoztatok egy pornos karrieren is. Ja, igen. Az a jó, hogy nálatok lehet káromkodni, mert egyébként nem tudnak elmesélni a zenekar történetét. Itt mindent lehet. Tök jó, most már YouTube se szól a káromkodásokért, mert egy időben ezértek szarakodtak, hogy van fenn egy-két adásom, mert kicsit így jobban elszabadultak a nyelvek, és akkor így jelezte a YouTube, hogy hát ebben túl sok a káromkodás, ezt át kéne tenni másik kategóriába, de most már nem. Ma békén hagynak valami. Rájöttek, hogy menthetetlen vagyok. Mindegy, igen. És ugye, itt 5. jubilomot már volt DVD is, ugye? Azt már fel is vettem. Igen, arról hát úgy volt, hogy igazából mindenkitől, aki forgatott, vagy filmezett a turnén, vagy valami kamera volt nála, egyébként jellemzően akkor ugye azon a turnén, ugye a lemezbe mutató turnén, meg az 5 éves jubilom turnén is a Ród volt az erőzenekar. Igen, ott rontottuk először.
Igen, és szegény golya azóta iszik és dohányzik egyébként előtte. Megjelent, teljes, figyelj, kisportolt artista testtel, és mondtam neki, figyelj, fehér pelmmel, meg a Kaiser a rock, érted? Tehát, és így, azóta szegény, bocs. Mondtam neki, én basztam el, bocs. Na és a lényeg az, hogy ők ott filmezgettek, meg utána elküldték a felvételeket, meg minden, és akkor abból, meg amit mi felvettünk, meg nem tudom, innen-onnan összeszedtünk, akkor abból lett egy ilyen turnéfilm, meg nyilván ugye interjúztunk is. Másrészt meg ugye, hát ugye ott meg már akkor rendesen kvázi profi körülmények között felvettük a Petőfi csarnokos koncertet, és akkor az volt tulajdonképpen az első hivatalos koncertkiadványunk. És hát nyilván nagy falat volt ez, de meg kellett lépni. Tehát ugye első saját Petőfi csarnok, jubileum is, nyilván feszültünk első felvétel is, meg mit tudom én, de hát figyelj, mindig kellettek ilyen mérföldkövek. Igen, az, de egyébként én arra a mai napig így nagyon jó emlékkel gondolok vissza, akár arra a koncertre, akár arra az időszakra. Tehát az ilyen, tényleg akkor kicsit szerintem néha úgy el is szállt velünk a ló, tehát hogyha azért nagyon sok helyről még a mai napig is hallani, hogy hú, de beképzeltek vagyunk, hú, de elszálltak vagyunk. Igen. Tudom én. Hát szerintem most, aki így gondolkozik, szerintem ezt ott alapoztuk meg, szóval ott azért nagyon hülyék tudtunk lenni akkoriban. Meg ugye ez a turnéfilm, ami egyébként nagyon sokan szeretik, ami ezen a DVD-n van. Hát mi nagyon szeretük a Panterát, és gondoltuk, hogy akkor nekünk valami olyat kell csinálni, és igazából hát ez egy erősen cenzúrázott verzió. Hát megcsináltuk ami kicsiben. Fönt van ott, tehát az tényleg voltak azért ott olyan felvételek is, hogy azért ezt inkább még. Hát régen még én voltam a kasszás, és akkor nekem mindig úgy kezdődött a reggel, a másnap reggel, hogy lesétáltam így a kasszával, és megkérdeztem, hogy mennyi a szállás, és, vagy a portára, ugye, és megkérdeztem, hogy mennyi a szállás, és mennyi a töréskár. Tehát, hogy ez az. Na jó, nem, hát ilyen elszabadult kis hülyék voltunk, és akkor tehát csináltunk falságokat, de hát annyira azért nem volt vészes a helyzet, aztán hála Istennek erről leszoktunk. Tehát, hogy mondhatjuk azt, hogy megéltétek a úgymond gyerekkori álmot kicsibe? Hát nem, hát figyelj, ez olyan szerintem, hogy ilyenkor mindenkinek, hogyha van egy kis siker, vagy valami, most nem egy ilyen óriási dologról beszélünk azért, de azért nyilván mi büszkék vagyunk erre, meg nyilván ez egy karriert jelentett számunkra, de hogy azért az ember egy kicsit akkor így, mindenki, aki színpadra áll, valamit bizonyítani akar. És akkor ez sikerült, és akkor mi mekkora rockzenészek vagyunk, tudod, de aztán az ember rájön, amikor ugye másnap reggel ő is pénzért kapja a kenyeret a közért, beérted, hogy azért akkora nagy dologról nincs is szükség, és akkor belátja az ember, hogy igen, ez egy nagyon klassz dolog, de nem kell ezt túldimenzionálni, tehát hogy nekünk ez a szakmánk, érted, kész. És akkor utána úgy nagyjából így helyére kerültek az egók már amennyire, és akkor onnantól kezdve már csak a természetes nagy képűségünk maradt. Tehát, hogy... Akkor mondhatjuk végül is azt, hogy itt volt az a pont, amikor úgy éreztétek azt, hogy a zenekar befutott végül is? Hát végül is azt, meg az, hogy elkezdett például, hát ugye nyilván egy zenekar azért ez egy üzleti vállalkozás is, amire azért nem szívesen beszélnek a zenekarok, de én sem feltétlenül, de azt láttuk, hogy igen, az lehet egy rentábilis dolog, hogyha mi főállásként ezzel kezdünk el foglalkozni. De egyébként szerintem, és minden ízét félretéve, de körülbelül úgy valahogy addig, tehát ott a 2005-ös, 6-os évig. Még ott sem. Szerintem először mi effektív pénzt olyan 7-8... A franc tudja már. Nagyon sok helyig csak visszaforgat. Addig nem vettünk. Tehát mindenki azt hitte, hogy nem tudom, nálunk kacsalában forgó faszom tudja, mi van. De nem. Tehát, hogy ott rendesen a produkcióba visszaforgattuk, hogy rendes turné legyen, olyan videóklipjen legyen, minden úgy nézzen ki, meg mit tudom én. És akkor utána ezek szépen lassan, de hát most se kell óriási ízére, hanem van egy bevételi forrásunk legalább. De azért azt el lehet mondani, hogy a zenekarban azért mindenkinek vannak egyéb tevékenységei. Tehát ugye én ugye háttérmunkákat azért továbbra is ellátok, hogyha a koncertszervezés kifelé, tehát hogy az egyeztetések azok maradtak nálam, többiek tanítanak, meg egyéb más területen dolgoznak. Szóval azért ez így van, de mondjuk kvázi ez a főállásunk, igen. Viszont akkor mindig odafigyeltetek arra, hogy legyen egy másik láb is kvázi? Hát ez így természetesen alakult, pont amiről beszéltünk, hogy ugye ilyen 2007, nem tudom, a körül kezdett el a dolog már alapvetően csúnya szóval rentábilissá válni, és addigra azért már
már ilyen 25-6-7 körül voltunk korban, tehát az addigra már az embernek meg kell próbálni önellátónak lenni. Úgyhogy ez, szerintem ez ilyen természetesen alakult. Hát meg szerintem, mert ez így fejbe kell, és szóval tényleg sok időt el tud vinni a zenekar, de például nekem csak azt tudom, akár csak a mostani időszakban, hogy nem volt mit csinálni kvázi. Tehát, hogy pontosabban hát mindig foglalkoztam a zenekarra, meg csináltuk, csak nyilván az impulzusok visszaestek, tehát kevesebb feladat volt, és ez egy darabig jó, hogy az ember így lóbálja a lábát, érted, egy idő után meg megőrülsz tőle, hogy hozzá vagy szokva, hogy egyfolytában dolgozol. Például nálam azért ez úgy nézett ki, hogy mindig is, hogy hétközben ugye abszolút zenekari ügyekkel foglalkoztam, otthon irodáztam, meg egyéb dolgokat egyeztettem, utána mentünk próbálni, utána meg hétvégén koncertezni, érted? Tehát, hogy kell is az embernek egy másik fajta tevékenység, ami jó, nyilván nálam azért abszolút a zenekar köré épültek ezek a dolgok, de azért szerintem az, hogy az ember el tudjon vonatkoztatni, meg kicsit agyilag fókuszáltabb legyen, az nyilván kell fanatizmus ahhoz, hogy ilyen szinten állandóan csinálj egy zenekart, de azért kell mással is az embernek tölteni az agyát, vagy hogy mondjam ezt. Persze, egyértelmű. Meg amúgy, tehát mondtatok, hogy visszaforgattátok a pénzt, javarészt a produkcióba. Szerintem ez tök mérhető volt a lemezeken is, mert hogy még laikusként is, akkor, ahogy a Stevie fogalmazott itt a hangmérnek a adását, hogy akkor még annyira se értettem hozzá, mint most, hogy akkor is fülbetűnő volt, hogy a lemezek egyre jobban szólnak, egyre jobban ki vannak dolgozva, egyre többet foglalkoztok azzal is kvázi, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Ugye ez is ilyen koncepció volt, hogy nem elégedtetek meg azzal, hanem minden áron jobbat akartatok? Abszolút egyébként. Tehát például melyik a negyedik lemez? Ébredés útján. Ott is például extra pénzt költöttünk a stúdiózásra, vagy videóklipre, technikára, olyan dolgokra, amire úgy gondoltuk, hogy ezzel szintet tudunk lépni meg. Tehát nem is kimondottan szintet lépni, azt szerettük volna, hogy tényleg, ha oda tesszük bármilyen külföldi produkció mellé, ne legyen azért már ilyen a dolog, tudod? Mm. Hát igen, meg azért volt, hogy azért rágyóval lőttünk a verébre, tehát mondjuk egy, mit tudom, 250 fős klubba beállítottunk egy műfázni technikával, tehát hogy azért voltak ilyenek, tudod, és jó, de hát nyilván úgy voltunk vele, hogy tehát mi mindenféle rossz indulat nélkül azért mi a 10 000 rockzenekar országa vagyunk, tehát már mindenkinek volt már rockzenekar. Most az igazság, hogy ezek között vannak jók is, rosszabbak is. Most ahhoz, hogy a közönség fölkap, vagy valamilyen szinten a figyelmét egyrészt felkeltsd, illetve föntartsd a figyelmét, ahhoz az kell, hogy igenis olyan produkciót kapjon, és mi is, amitől mi nyugodtak vagyunk, hogy mi megtettük a magunkét, ahhoz az kell, hogy valami kiemelkedőt tudjál mutatni, vagy legalábbis olyan színvonalút. Most már egyébként sokkal egyértelműbb a kluboknál, hogy van egy aránylag normális technika, fény, mit tudom én, van valami sarok, ahol le lehet ülni, meg mit tudom én, de régen ezek nem voltak, tehát ugye az volt, hogy ha tényleg csak egy-két klubot tudok mondani, ami valóban színvonalas volt, egyébként műfázak voltak, amiket viszonyatos költségekkel le kellett bérelni, biztonsági személyzetet, plakátozás, technikát, engedélyeket, mindenféle ilyen dolgokat meg kellett szervezni és meg kellett csinálni. Nyilván ebben volt segítségünk sok, de szóval ezeknek a dolgoknak, tehát az, hogy komoly turné legyen, meg tényleg olyan legyen minden, meg olyan színvonalas legyen, az azért elég komoly munkánk volt benne. És hát de figyelj, végül is azt gondoljuk, hogy abszolút megérte meg. Hát ugye ez mai napig is az van, hogy borzasztó költséges a produkció egyébként. Tehát, hogy nagy stábbal mozgunk, látvánnyal, most például mit tudom én, természetesen tavalyonkor, mit tudom én, lángágyúkat vásároltunk, érted, akkor lelőtték az egész turnézást, meg minden. De most már az is egyre komolyabb, hogy a fesztiváloknál, hogy ahova lehet, amekkora méretű tud lenni a színpad, olyan díszletet viszünk, meg olyan kiegészítés, meg mit tudom én, meg nyilván, hogyha egy klubkoncertre megyünk, akkor se vesszük félváról, tehát akkor is ugyanaz a személyzet elkísér minket, mint mondjuk egy nagyobb fesztiválon. De ezek mindig is fontosak voltak. Nyilván ezt nem feltétlenül kell tudni a közönségnek. A közönség úgyis, én azt gondolom, hogy van, akit ez érdekel persze, meg van, akinek ez számít. A közönség az azt tudja mondani, hogy ő jól érezte magát az adott koncerten, vagy nem, vagy tetszett neki, amit látott, ez meg legyen a mi szakembereinkre bízva, hogy az olyan legyen. Ragadjunk egy kicsit a kor aktuális lemezénél, ugye, hogy beszélgessünk arról is. Ezen, csak úgy lehet, hogy rossz fogom mondani, de ezen volt a bikini feldolgozás, nem? Az előtti? Az Ébredés útján? Igen, azon. Az a meglepődtem, annól emlékszem.
Akkoriban egyébként volt egy ilyen trend, ugye a kinti zenekaroknál, hogy mindenki csinált feldolgozást, és szerintem, hát én nem tudom, hogy ez emiatt volt-e nálunk, de akkoriban tényleg, hát szinte minden ismertebb kinti ilyen vonalai. Akkor nem írtunk lassú, de... Igen, egyébként ez volt, hogy... Szerintem csak ennyi volt, már nem emlékszem. Egyébként így szerettük mindig is a bikinit, meg egyébként a Loizy az nagyon jó kapcsolat fűzte a zenekart. Bocsánat, hát Loizy csinálta az első lemezünket? Igen, csináltuk az első lemezt, és egyébként ő nagyon-nagyon-nagyon sokat... akár csak a Feró például, mert azért megkaptuk innen, hogy miért is csináltunk mi most Beatrice feldolgozást, ami egyébként szintén most? Hát az már MTV-kon okay, Ferón is igen, volt. Viszont most, most került ugye lemezre. Hát jó, okay. Viszont, tehát hogy baromi sokat segít, ahol tudtak, segítettek mind a ketten, de tényleg egy ilyen kicsit ilyen apuka szerepbe, hogy na jó, van kis bénák vagytok, gyertek akkor izé. De egyébként ők is látták rajtunk ezt hát meg Ferónál volt életünk első interjúja a garázsban. Egyébként. De én nem szaroztam, egybe felhívtam a legnagyobbat. Én ezt ismertem, tudod, tehát megpróbáltam, hogy itt van a kurva rossz demónk. Mondta, hogy ja, van gyerekek, gyertek be, ti is kiabáltok, azt egy kicsit. Azt egy kifaggatott minket, ott szerintem még nem voltunk 18 évesek, érted? Mosolygott, aranyosság volt minden, érted? Ez még ilyen messiásos korszak volt. Ja. Na mindegy, visszatérve, és egyébként tényleg, tehát nem született valahogy lassú dal. És ez meg így adta magát, tehát hogy amúgy is nagyon szerettük azt a dalt, és úgy gondoltuk, hogy ez az egy kicsit így hozzá is tudnánk talán tenni, vagy így a jobban a mi képünkre formálni. És egyébként ezt megkérdeztük a Loizyt, hogy mit szól ő, ez mondta, hogy tök jó, ja, nem, hát jó, én kértünk tőle hivatalos engedélyt, meghallgattam, mondta, hogy kurva jó, csináljátok belőle a videoklipet. Végülis nem csináltunk, de egyébként majd, hogy nem olyan nézettséget produkált a YouTube-on valakinek a feltöltése, igen, mint egy rendes. Időnként egyébként előkerül koncerten is. Az egy tök jó feldolgozás, hogy pont, hogy így, ugye itt adás előtt mondtam neked, hogy nekem igazán az, amit csináltok, az a vízválasztónál esett le, majd ha odaérünk, akkor ugye el is mondom, hogy miért, és hogy emlékszem, amikor ez a feldolgozás megszólalt egy zenegépbe valahol, akkor itt tök meglepődtem, hogy hát. Tehát meg volt benne a tisztelet, tudod, meg volt benne azért a tízetek is, és hogy úgy simán arra sarkalt, hogy elballagjak a zeneboltba, és megvegyem a lemezt. Mm-hmm. Tehát, hogy így mindenképpen pozitív volt. Általában erőltetettnek szoktam érezni az ilyeneket, de itt valahogy ez nem volt. Igen, tehát mi nagyon ritkán csinálunk feldolgozásokat, meg ilyen vendégeskedést is ritkán vállalunk el, mert nem azt mondom, hogy komfortzónán kívüli, de olyat, amiben nem érzem magamat, vagy nem érezzük magunkat, annyira nem szeretünk elvállalni. Viszont amit meg bevállalunk, azt meg legyen olyan, hogy akkor a szívvel lélekkel csináljuk, érted? Tehát, hogy így az tényleg legyen úgy odatéve. Tehát azért, hogy így nem tudom, ez ilyeneket mi sosem úgy csináltuk, hogy valamilyen olyan érdekből vezére, vagy fú, nem tudom, ettől majd megfogjuk az ő közönségét is, vagy szóval nem ezért történik a dolog. Egyébként, ha már itt szóba jött Feró feldolgozás, meg így eszembe jutott az MTV Icon, hogy... Hányban volt ez? 2010. Hát, akkor az a vízválasztós korszak lesz. Igen. Hát előtte egy kicsi vízválasztó 11 volt, nem? Igen. Hogy ott engem az lepett meg például, hogy egy full nem egyértelmű nótát választottatok. Azt ti választottatok a dalat, ugye? Hát az maradt. Két dal volt. Csak 8 óra munkát elvitték már idejekorán. A Székelyföld üzenete volt, meg a... Jampirok. Nem, szerintem ezek egyértelmű volt, hogy ezt akarjuk, ezeket a dalokat akarjuk. Tehát hogy az egyiknek meg volt a Székelyföld üzenetének, meg volt a abszolút, ez egy nagyon jó hangulatú dal, és abban tudtam, hogy legalábbis én úgy gondoltam, hogy van benne drive, hogy ezt a depresszió irányba eltoljuk. De igazából az a verzió, amit ott játszottunk, szerintem az nem volt erős. Most teljesen más nem volt erős. Most igazából én csak az énekbe folytam bele, most őszintén, szóval általában most például így a többiek meghangszerelték, szerintem kurva jó lett. Abszolút. Tehát, ilyen Ilyen, tényleg most nem volt az a kényszer, hogy olyan formájúra alakítsuk, hogy az koncerten nekem is könnyen, hisz ugye, tehát ugye énekelek, gitározok, tehát nem volt az, hogy ilyen kötöttségek legyenek benne, bár így is el tudnánk nyilván játszani a dalt, de hogy ezt a többiek nagyon szépen meghangszereltek, és szerintem most lett olyan verziója, ami tök jó. A Jampirokot az meg egy ilyen vicc dal volt, és ezt imádtuk megcsinálni, és akkor belecsempésztük a ízét a Fort Verlaine-es vonalat, és ugye Ferónak, ugye, aki esetleg nem tudná, ugye szinkronizálta a Fort Verlaine kalandjai című filmben, és akkor az is megvolt, és akkor így akkor volt egy ilyen kerek csomag, hogy komolyabban vett meg a vicces oldal is. Na, akkor húha. Melyik volt a következő lemez?
Az ugye 2008 decemberében jelent meg az Egyensúly című lemez. Hát így, most így annyira az Iconon gondolkodtam, hogy nem jutott eszembe. Fú, az egy érdekes lemez volt, nem? Milyen aranyosan fogalmaztál. Nem, az figyelsz. Egy kicsit felemás lett szerintem. Ott az volt a sztori, hogy elkezdtük talán évelején januárban, vagy hogy elkezdtük összerakni a dalvázlatokat a próbaterembe, és egy csomó ötlet született, és annyira belelkesedtünk, hogy egy hónap alatt, vagy nem is tudom, hogy nagyon rövid alatt született egy csomó dalvázlat, hogy felmerült egy dupla lemez is, és aztán hát én szerintem egy picit azért azt összecsaptuk. Most az én személyes véleményem, nem biztos, hogy a többiek ezzel egyet értenek, de szerintem az egy kicsit elkapkodott lett. De hát ő szerintem nem. Azért a mai élen elég sokat dolgoztunk. Igen, annak a végén összességében mondom. Nem, szerintem ott is van 2-3 húzódal, tehát ami így mai napig így abszolút így a koncertrepertoárba pörög, és a többi meg az volt, hogy egy kicsit kibeszéljek, vagy picit érdekesebbet is mondjuk, akkor változott meg a zenekarnak a dalszerzői, tehát az alapdolog, tehát mert korábban mindig az volt, hogy ugye én vittem az ötleteket, mit tudom én, az alapötleteket, és akkor ezt ugye közösen hangszereltük meg, meg alakítgattuk át a végleges formába. Korábban is volt olyan, hogy valaki más hozott dalt, tehát hogy de ugye ez volt a jellemző formátum. Itt meg az volt, hogy ugye tulajdonképpen annál a lemeznél az hallható, hogy elkezdtünk egy új irányba menni, hogy mindenki megjelent egyenjogú szerzőként, csak még nem nagyon tudtuk, hogy melyikből mennyit. Tehát, hogy szóval újra ki kellett találni a zenekarnak a működését, és volt, amikor ez nagyon jól sült el, lásd a mai el, hogy mit tudom én, összeraktuk a dalnak az elejét, és akkor én azt mondtam, hogy fú, gyerekek, nekem ez már nincsen türelmem, és akkor Ádám meg a Zoli a dalnak a végét ott kiszöszölték, nem tudom, órákat, napokat, nem tudom, mennyit töltöttek vele, és szóval meghallgattam, tök jó lett, tudod, tehát, hogy ilyen és voltak ilyen nagyon pofon egyszerű dalok, mint mondjuk a Kezdjük el, de az abszolút működött is, vagy az Égi el. Aztán voltak olyan dolgok, tudod, amik meg ilyen, mindig van az embernek benne a pakliba, hogy nem minden arany, amit szarik, tehát hogy teljesen rendben van, előfordul ilyen is, de ott legalább kísérletezgettünk, tehát hogy volt ilyen, mit tudom én. Hát igen, egyébként így visszagondolva, amikor ott voltunk, legalábbis én nagyon hittem ott abban az egészben. Ez a baj. Mindig hiszel benne. Viszont tényleg ennyi időt elvetelve. Tehát, hogy valahogy annyira nagyon meg akartuk csinálni ott a minden, de hogy a borítótól kezdve, és ez a faszt keresnek ott az angyalok, meg az ördögök, meg a nem tudom, ott ilyen szárnyakkal vergődtünk. Ami egyébként egy jó fotó. Ez képest egy ilyen hótkomoly lemezbe, hogy itt van ezek a barmok, meg megcsináltuk a fotózást, és akkor ilyen rakjuk már magunkra szárnyat. Mondta, hogy hülye vagy, de hogy raktuk rám szárnyat. És akkor Dávid ilyen vigyorgos fejes, mert ilyen szárny, ilyen bezabált angyalokat délután. Tehát mindent is meg akartunk mutatni, és aztán most aztán így nagyon-nagyon, és így valahogy egy ilyen keverés az elég furán alakult, mert ugye az volt, hogy Hidasi Barnabás szegényt már beerdőztettük ezzel a... Tehát az volt, hogy akkor még nem volt meg az a szerep valakinek, hogy akkor ő a producer, és akkor tehát, hogy ő összegez. Nyilván ő csinálta az összegzést, csak hát ugye az volt, hogy bementünk, elkezdtük hallgatni azt a verziót, ami ő összerakott. Ő egyébként szerintem tök jó lett volna, hozzájártunk volna a legjobban, de nem, mindenki elkezdett szakérteni, hogy arra csattogjon a lábdob, meg minden, és akkor tudod, ilyen... Persze. Igen, tehát ilyen ős káosz alakult ki a végére. Tényleg, és akkor Barnabás ugyanezt kezelte, és akkor próbált mindenfélnek kielégítő anyagot, de akkor már mi is beerdőztünk. De egyébként, figyelj, egyébként meg rossz nem lett, tehát a dolog. Tehát azt nem, figyelj, csak hogy nem sikerült azt a szintlépést megcsinálni, amit mondjuk a vízválasztóval már igen. Tehát de igazából ahhoz, hogy a vízválasztó olyan legyen, ahhoz már kellett az a tapasztalat, az egyensúlynak a tapasztalata. Szóval ez ilyen igazából. Tehát akkor végig is ezt tudom, hogy elhangzott akkor is interjúban, hogy akkor ennek a lemeznek a másik fele igazából nem született meg, csak a másik felének a címoldala került rá a vízválasztóra. Igen, meg az ellensúly, igen. Így van. Meg ugye volt közben 10 éves ugrami buli. Igen, hát nyilván az egy számottevő vagy lényeges dolog volt, de szóval az igazság, hogy amellett, hogy az egy ünnepi időszak volt a zenekar életében,
meg ugye az volt, hogy új dolgokat próbáltunk ki azáltal, hogy ugye gondoltuk, hogy Szódát, aki addig egyébként korábban fénytechnikusként dolgozott nálunk, de mondjuk már a mi forradalmunkban már csinált gépeket, meg a Néha című dalban minden, és akkor azt gondoltuk, hogy ez egy érdekes továbbfejlesztése lenne a dolognak, hogyha ha ő csatlakozna hozzánk. Szóval ezek egy ilyen pozitív dolgok voltak, meg tudod, tehát, hogy valamilyen irányba mozduljon el a zenekar, hogy ne önismétlő legyen. Csak hát ugye közben volt egy gazdasági világválság, ami azért így, hogyha kifelé nem is, de háttérbe azért mi idegrendszerünket azért eléggé megszépázta. Hát plusz akkora ért be hatása igazán talán, nem? Tehát ez a 2009 évig, 2010. Igen. Hát igen, maga a jubileumi turné egyébként, meg a jubileumi koncert, ugye egyébként jól sikerült, csak iszonyatosan küzdelmes volt. Tehát és hogy akkor meg ugye a koncert szervezés, meg az egész rutinunkat kellett újra gondolni. Tehát azért volt egy nehéz időszak, de ettől függetlenül sikerült lebonyolítani a turnét rendesen. Tehát, hogy megjelent a Best of kiadvány, ugye Nincs Jobbkor, két új dallal, sikerült megcsinálni normálisan hozzá a videoklipeket. Ugye akkor dolgoztunk először Tokai Petivel, akivel szinte azóta majd, hogy nem minden videoklipünket együtt csináltuk a Nincs Jobbkor videoklipje óta. És hát ugye abból készült egy jubileumi felvétel is egyébként, ugye abból a koncertből is. És nyilván az is egy olyan időszak volt, amit meg kellett, hogy érjen a zenekar, vagy éljen a zenekar, újra kell gondolnunk, vagy újra kell tervezni magunkat. De hát ez a mostani is valószínűleg. Ezt akartam mondani, hogy 10 évesnél volt egy gazdasági világverseny, most van egy pandémia, 30 évesnél mi lesz? Tehát, hogy így... Nem tudom, szerintem az lesz, hogy nem csinálunk 30 évest, így azt elkussoljuk. Tehát, hogy azért... Egyébként igen, akkor még egy évvel korábban fogjuk megcsinálni. Na hát akkor beszéljünk egy kicsit a vízválasztóról, mert hogy így kíváncsi vagyok, hogy látjátok azt a lemezt most így 10 év után. Mikor így realizáltam hétvégén, hogy az a lemez 10 éves, akkor picit öregnek éreztem magam. Hát és gondolom, hogy mi milyen öregnek érezzük magunkat. Emlékszem, hogy ott volt, nem tudom, hogy abban az év, vagy a következő évben turnéztetek az Alvinnal. Igen, tehát az volt, hogy például ez volt egyébként ennek a koncertezős modellnek az újra gondolása, hogy világos volt számunkra, hogy egyébként az emberek szeretnek depresszió koncertre járni, de hogy az volt, hogy ha az emberek nagyon keveset tudtak, vagy tudnak költeni a koncertezésre, akkor olyan eseményeket kell választani, amire biztosan ott akarnak lenni. És akkor ugye volt ez a korábban a 2010-es év őszén ugye volt a Royal Flush turné, az egy nagyon jól sikerült valami volt, akkor ezt kitaláltuk, akkor ugye Ródékkal voltunk, Insane-nél voltunk, Wrong Side of the Wall-al voltunk, Superbad volt. Igen, és ez egy nagyon jó hangulatú dolog volt, csak hát ugye figyelj, 5 zenekaros mókát mozgatni egész országon át, az nagyon nyűg volt, és akkor hát ugye az Alvinéknál is pont felmerült ez, hogy amikor jött a vízválasztónak a lemezbemutatása, hogy nekik is akkor jelent meg friss anyaguk, hogy akkor mi lenne, hogy kipróbálnánk egy közös dolgot, és valami óriási durant egyébként a turné, tehát hogy a teltházas pecsától kezdve a irgalmatlan nézőszámok, tehát olyan, amit soha nem láttunk, tehát hogy nem merült fel az a izé, hogy kapunyítás után. Igen. Tökre emlékszem rá, hogy kijött a lemez, és teljesen meg voltam lepődve rajta, hogy elejétől a végig nem találtam hát olyan dalt, amire azt mondtam, hogy ez nem tetszik. Korábban mindig volt olyan, amit tudom, nem annyira szerettem. És itt az Egomi bulin, akkor meg is néztek titeket a sportcsarnokba, és kibaszott jó volt a koncert, és hogy tudom, hogy olyan dalokat is előszedtetek már a belemezőmutatón, ami mondjuk nem volt nekem annyira egyértelmű, hogy az álom az álomban. Tehát, hogy nem gondoltam, hogy az már rögtön a turnén elő is jön, és így ültünk, néztem, azt a kurva, tényleg látvány, minden hangzás, tök patent volt az egész. És onnantól fogom meg ugye már így evidens volt, hogy akkor figyeljünk oda jobban, hogy menjünk mindenhova, ahova csak lehet, és hogy azért is volt nekem azt a vízválasztó ez a lemez, hogy ilyen hülye szóvicceléjek, hogy ott, mint hogy egy kicsit így felnőtt volna a zenekar. Igen, tehát az volt, hogy voltak, amit mondtam, hogy volt sok kihívás, aminek egyrészt meg kellett felelni, és ugye teher alatt nő a pálma. Másrészt meg ugye azért a vízválasztónál úgy voltunk vele, hogy akkor hagyjunk időt a kreativitásnak, és ugye ez egy 3 éves periódus volt. És hát ugye ami nagyon fontos volt, hogy tehát amit végül is ki akartam, tehát hogy ez nem egy menekülés volt ez a válság erről, hanem egy előre menekülés. Tehát akkor azt mondtuk, hogy akkor minden erőnket be kell vessük, hogy akkor az legyen, hogy a zenekar a
talpán maradjon, igenis van helye, nem az lett, hogy ez egy pár évig tartó sztori volt, és akkor utána elengedjük, hanem azon, hogy akkor mindent még komolyabban, mint ahogy eddig is csináltuk, és így volt a lemezzel is, és az volt az első közös munkánk Varga Zolival, ahol ők pont abban az időszakban voltak, hogy a Super Size-ban megcsinálták Kelet-Európa egyik, vagy talán legjobban felszerelt stúdióját, irgalmatlan nagy közös projektekbe, és hát azért tulajdonképpen valahol nekik is ez egy ilyen, legalábbis e felé a stílus felé egy ilyen presztízs munka volt, hogy, mert a depresszió azért már akkor is folyamatosan az volt, hogy mindenhol, hogy az ország egyik legjobban szóló koncertzenekara, meg stúdiófelvételeknél is ez volt, és mi azért ezt egyre inkább komolyabban vettük. Nem is a mi munkánk miatt, hanem mindig igyekeztünk a lehető legjobb szakembert kiválasztani erre a feladatra. És hát ott azért szerintem ott a Varga Zoli is egyébként, mint hogyha azóta egyébként nem, de azért tényleg neki is egy ilyen mérföldkő volt. Ja, hát így belegondolva, igen, tehát az volt az addig legjobban szóló lemezetek. Hát igen, meg abban az időszakban úgy igazából nem nagyon versengett velünk senki, ezen maximum talán a Ródnak a negyedik lemeze, de azt is. Tehát, hogy akkoriban mindig az volt a cél, hogy megcsináljuk az aktuálisan legjobban szóló lemezt. Tehát nyilván ez egyre nehezebb, hiszen egyre adottabbak a körülmények, meg nagyon sokat fejlődött a stúdiótechnika, meg hát ugye rengeteg jó szakember dolgozik a szakmában, meg nem szeretek olyat mondani, hogy mi lemezünk, de nem magunkról beszélünk, hanem a szakembernek a teljesítményéről. De hát ugye azóta nyilván azon, hogy Varga Zoli is nagyon sok mindent csinált azóta, meg minden, meg nem is feltétlenül az kell, csak tényleg egy nagyon komoly minőségi ugrás volt a zenekar életében. Itt, nem is tudom, hogy a folyamat zajlik volt a következő, azt tudom. Uh-huh, 14-ben, uh-huh. Ugye? Uh-huh. Akkor itt bejött ez a 3 éves periódus. Igen. Szerintem egyébként az a legerősebb lemezetek. Nem tudom, hogy ti hogy látjátok. Hát, az a baj, nehéz így rangsorolni. Egy nagyon-nagyon picit visszakanyarodva még a vízválasztó szerintem. Most nyilván ez a hallgatóságnak nem feltétlenül jön le belőle, de szerintem ilyen kicsit az egy ilyen terápiás lemez is volt nekünk. Tehát, hogy ott tényleg az volt, hogy hagytunk időt, nem mondtuk azt, hogy eddigre kell, hogy kész legyen, mindent is kipróbáltunk, ezeket még ugye a Zoli előtt, tehát ott már borzasztó sok, mert a Varga Zoli előtt, borzasztó sok dolgot végigpróbáltuk, volt, tényleg, nálunk ez a mai napig is, van olyan dal, ami egy próba szinte, és kész, és van olyan dal, amin egy évig baszódunk, és szétszedjük, összerakjuk, így nem jó, még rosszabb lett, tehát hogy ez teljesen kiszámíthatatlan nálunk. Viszont ott borzasztóan sokat dolgoztunk vele, de ez egy ilyen jó leső dolgozás volt. Tehát akkoriban én emlékszem, hogy azt hiszem, hogy csütörtök, péntek, és időnként még szombaton is. Na, mindig, szombaton is mindig próbáltunk. Próbáltunk, de igazából nem is az, hogy próbáltunk, tehát ott nem készültünk valami turnéra, vagy mit tudom én, hanem egyszerűen megvolt ennek a kis rendje. Csepelen próbáltunk akkoriban, lementünk, volt ott egy ilyen nagyon fasz a kifőzde, megkajáltunk szépen nyugiba, kivel mi volt a héten, stb. Leültünk szép nyugodtan, délután, mit tudom én, 3-4 körül. És az időpont fontos a közösségnek. Igen. Nem csak azt akarom, hogy nem ritkán 11 évfél, 1-2 hajnalig ott ültünk kint, és ott tényleg az volt, hogy mindenki egyformán részt vett mindenbe, és mindenki végigülte, amikor a vokál kitalálás volt. Tehát nem az volt, hogy jó, hát ez azért, mit a dobosok, engem mit érdekel, hogy mindenki végigülte, próbált ötletelni, vagy építő jellege. Hát igen, mert az a szempont, mert van az, hogy mondjuk mit tudom én, vagy valaki más megír egy dalt, és egyébként tök jó, csak tehát, hogy ami viszont mind az ötünknek, vagy négyünknek most már, ugye, tetszik, meg átment a szűrőnkön, az meg valószínűleg sokkal jobb eséllyel fog tetszeni a közönségnek is. Ezért ez nálunk nagyon fontos szempont, csak hát ugye nálunk abban van szerencsénk, én azt gondolom, hogy ami nekünk tetszik, az általában a közönségnek is tetszik. Tehát, hogy ezért tud ez egy hiteles produkció maradni, legalábbis az én olvasatomban. Visszatérve egyébként a folyamat zajlikra,
az igazából ennek a fajta munkának egy tovább gondolása volt, vagy igazából azt a munkamódszert vittük tovább, mint ami a vízválasztón volt. Nyilván minden időszaknak megvannak a maga nehézségei, tehát egyetlen egy lemeznél sem volt az, hogy fú gyerekek, rágessük egymást, és abból kijött valami lemez, hanem nyilván azért ez kurva sok vita, meg mit tudom én, de általában hogy mondjam, tehát egy szerelemből alkotunk, ösztönösen alkotunk. Bocsánat, még egy dolog, hogy a vízválasztóval kapcsolatban, hogy ott indult tulajdonképpen egy új munkametódusunk, hogy berendeztünk egy ilyen egyszerűbb házi stúdiót, és már kapásból feldemoztuk, amik születtek ötletek, és azért az egy jó szűrő volt. Tehát az első ötlemeznél az volt, hogy amikor már kész voltak a vázatok, akkor kijött a Barna, vagy aki, általában a Barna jött ki. Vagy elmentünk a Szabikához. Vagy a Szabihoz mentünk, és akkor feldemoztuk a dalokat. De hogy azok már úgy megvoltak, és akkor azok igazából mentek a lemezre nagyjából egészéből. Itt meg az volt, hogy feldemoztuk, hát ez így nem jó. Jó, akkor vagy kikukáztuk, vagy átalakítottuk. Tehát azt gondolom, hogy ez egy jó előszűrő hát volt így fejlődött a technika, mert hogy a többiek megtanulni. Én mondtam, hogy én nem vagyok hajlandó megtanulni stúdiós dolgokat. Otthon egy picit el tudok szöszölni vele, de jellemzően a többiek értenek hozzá. De az, hogy meg nyilván az évek alatt folyamatosan fejlesztettünk, meg most is egyébként a pandémia alatt, tehát nem volt más csinálni, tehát hogy fejlesztettük például ugye a stúdiót is, hál' Istennek erre pályázati pénzt is nyertünk, és hát ugye igazából ezek nagyon, nagyon komoly dolgok, hogy egyre jobb minőségben tudjuk meghallgatni a felvételünket, és egyre objektívebb képet kapunk arról, hogy na, ez most egy egyszeri lelkesedés volt ez egy dal, vagy valóban mondjuk később elővéve, de jó minőségben meghallgatva, hogy ez egy jó dolog. És hát nyilván, tehát ez egy a másik folyamat, meg ami folyamatosan jött a zenekarnál, hogy ugyan vannak viták, mert mindig vannak, mert az egészséges, mert hogy az van, de szóval az ott az egók azért már csökkentek. Tehát ott is voltak viták, meg mit tudom én, de azért így egyre inkább csiszolódott össze az a mai mostani munkamódszerünk, vagy hogy mondjam. Bocsánat. Lehet tartani szünetet. Van ilyen opció? Pisilni kell meg cigizni. Öregek vagyunk. Egy ilyen hosszú adást. Se cigizni. Egyiket igen. Lassan be kell rakni ezért a felnőtt. Nem parat? Nem lesz vágott, meg azt mondom, hogy akkor lehet, hogy jövő héten halljátok csak a második felét, azt mondom, hogy kitaláljuk. Vagy reklám. Igen, az is lehet. Úgyhogy jövünk vissza. Vagy hamarosan, vagy jövő héten.